Herkules, a kedvenc bátorhősöd videója következik. Hallod, rendesen remegek. Hú, még a hideg is kiráz. Soha ne bonts ki egy Burger King menüt hajnali 3-kor. Csak akkor maradjatok itt, hogyha bírjátok az ilyesmit. Hallod, még egy ilyen hang, beleszarok a szandimba, esküszöm. Köszönöm, kis üdv újra itt a csatornán. Ahogy látjátok, megint itt vagyok anyáéknál, úgyhogy most megint mondanám, hogy a régi szobámból fogom felvenni, de egyébként ez a tesómnak a szobája volt, ő meg elvette az én szobámat, és hogy most már nem lakom itthon. Mi? Mi? Micsoda? Mondanám, hogy a régi szobámból fogom felvenni, de egyébként ez a tesómnak a szobája volt, ő meg elvette az én szobámat, és hogy most már nem lakom itthon. Jaj! Ezt most jó megcsavartad, egyszerűbb lett volna azt mondani, tesóm szobájába vagyok most. Vagy rosszul fogtam föl? Na de, amit ebben a videóban fogunk csinálni, emlékeztek arra a videómra, amikor hajnal 3-kor rendeltem a McDonald's-ból? Osta rohadt, hát nagyon bátor leány vagy, hajnali 3-kor mertél rendelni a McDonald's-ból? Hú, hallod, rendesen kiráz a hideg, nem is tudom, hogy hogy merted megcsinálni, nem is értem. Hú, rendesen borzongok. Mi a menüt? Főleg Happy Meal menüt hajnali 3-kor, hú. Ti azt hallottátok, hogy nem szabad hajnali 3-kor Burger King menüt kinyitni. Úgyhogy, hol voltam és mit vettem? Ne! Komolyan bemered vállalni? Bemered vállalni a Burger Kinget hajnali 3-kor? Burger Kinget természetesen, megint gyerekmenüt, de nem tudom... Ráadásul gyerekmenü... Mi lesz itt? Hogy a Burger Kingben nem ilyen cuki kis dobozokban adják a gyerekmenüt, mint ugye a Mekiben, hanem egyszerűen ilyen papír. Ilyen félelmetes zacskóba! Zacskóban vagy ugye tájcára kirakják, hogyha ott teszed meg. És ez nekem ilyen tök furi volt. Nem csak fura, fura, tényleg. Én azt hittem, hogy ott is dobozba adják. Na, mert kértem egy gyerekmenüt. Hajnali 3-kor nincsen nyitva a Burger King természetesen, úgyhogy ezt korábban megvettem, és most hajnali 3-kor fogjuk kibontani, mivel sokatok szerint valami... Nem hiszem el, mutasd az órát! Mennyi az idő? Lehet, hogy délután egy van. Honnan tudjam, hogy mennyi az idő? Van ott óra valahol? Hm? Furcsa és rémisztő dolog fog történni. Én egyszer hajnali 3-kor ettem, és úgy meghajtott. Mondjuk az nem Burger King volt. Csak hajnali 3-kor kinyitsz egy Burger King menüt. A fejemért elnézést kérek, nagyon késő van, és egyetlen nem volt kedvem ezért külön sminkelni. Makeup a csatorna neve. Hát meg amúgy is minek sminkeljek? Ezeknek? És amúgy annyira nem is ordíthatok, mert anyáik alszanak. Anyu, kérsz menüt? Azt tudtátok, hogy ha hajnali 3-kor kibontom ezt a légfrissítőt, akkor furcsa dolgok történnek? Amúgy hajnali 3 van, csak nálunk éjszaka is jár a Family Frost. Próbálok kicsit halkabban venni, de akkor szerintem kezdjük is el. Tetszeni fog nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen lájkoljátok. Na jó, hogy lásd, hogy kivel van dolgod, nyomunk egy lájkot. Like. Mégis ingyen van, nem? Valamint írjátok meg kommentbe, hogy ti mit hallottatok, hogy mit nem szabad csinálni, mit nem szabad kipróbálni hajnali 3-kor. Hát én azt hallottam, hogy hajnali 3-kor nem szabad bemászni a bank ablakán, úgyhogy pajszer van a kezedbe, és csukja a fejeden. Tulajdonképpen nem csak egy menüt vettem, hanem kettőt. Azért az milyen bátorság már? Kettőt vett, hallod? Kettő menüt. A testvéremnek adtam, mert ő azt mondta, hogy meg szeretné enni az egyiket, mert az még frissen jó, úgyhogy odaadtam neki. De... Mondjuk ezekben a menükből én ötöt is meg tudok enni. Akkora adagok, de jó, 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 jó. Nem volt semmi furi, úgyhogy ha bármi furcsaság történne, vagy lenne benne, akkor ez biztos, hogy ebben van. Spoiler blokk! Akkor szerintem nézzük is bele, vagy először nézzetek bele ti. És nézd meg, milyen becsületes. Feléd mutatja az acskót, és ő is becsukja a szemét. Az a biztos. Kezdjük. Először, amit látok, az egy játék. Wow! Ez meg mi lehet? Wow! Fidget spinner, vagy mi az? Jaj! De szemetek ollót nem adtak hozzá. Jó, jó, jó. Ez olyan fidget spinner. Sprint, ez inkább olyan sprinter. Ez a sejtelmes zene ide is kell, mikor kibontasz egy ilyen 2 forintos fidget spinnert. Fúj, köptem is egyet. Ármi.
Hé? Wow! Volt régebben ez a fidget spinners, vagy mi a jó Isten, nem tudom, már nem emlékszem a nevére, még nekem nem is volt. De ez arra hasonlít, de mit lehet ezzel csinálni? Vagy pizzavágó, nem? Ugyan. Au! Még eltöröd az ujjad. Talán. De ennek mégis mi értem? Mi van rajta, Mário? Mondjátok el nekem, hogy mi ez a mi értem. Én mondom, de nem hallod. Nem hallod? Hát itt mondom. Szóval... egy kis műanyag, hogy... olcsó játék hülye gyerekeknek. Megezzük még jobban a környezetünket. Szuper találmány, de komolyan mire való ez, hogy le kell így rakni? Bye, nem érdekel, ez egy hülyeség. Jézus! Nem tudom még benne. Úgy csinál, mint hogyha előtte nem látta volna, mi van az acsiba. Kérdezte tőlem a srácok aztán, hogy rakjon-e belem koronát, és mondtam, hogy természetesen igen. Szia, rakjak bele koronát? Aha. Oké, tartsd az acsit. Nesze korona. És mondtam, hogy talán ezzel tud engem kárpótolni, amiatt, hogy ezt nem rakják bele ilyen cuki dobozba, de egyébként ezt nem is értem, hogy miért nem. Az egész Happy Meal menüben az a legjobb, hogy ezt ilyen kis cuki dobozba rakják. Hát akkor én nem azt vettél, akkor azt kell venni, mert az a cuki-muki. Cuki-muki. Mindegy, a Burger King ezek szerint még eléggére van maradva. Lemaradva? Hát, sok esetben sokkal jobbak ajánljuk, de mindegy. Na, rakjuk össze ezt a koronát. Sőt, én jobban szeretem a kajájukat egyébként. Nem fizetett hirdetés, de akkor is jobb szerintem. Jaj! Really good. Nagyon ügyes vagyok. Ez koronás korona. Jó, szerintem akkor... Júj, várjál, hozok én is valamit, akkor legyen már, nekem is legyen valami a fejemen. Várjál. Ne hülyéskedjél már. Várjál, nekem is kell, hogy legyen a fejemen, akkor nekem izé van ilyen... ilyen... várjál, hogy kell szülvenni ezt a gumit így... nekem ilyen pepamalacos sapkám van. Na, most már mehet. Maradhat is rajtam. Na nézzük tovább. Jó, inkább nevezem meg. Nagyon ciki. Hát de most fölvettem a pepamalacos, te meg leveszed a cuccost. Nézzük tovább. Van benne egy chili cheese szószt. Írjátok meg, hogy nektek melyik a kedvenc szószotok. Ez. Még ezt szoktam kérni, szerintem ez nuggets, ez iszonyú jó. De hogyha te kérted, miért lepődsz meg rajta, mi van benne? Mi? Én szeretem a chili cheese burgert, meg mit tudom én. Szóval mindent, ami csípős és sajt, imádom. Meg azt hiszem, a Burger Kingben vannak azok a jalapenyós sajt falatkák. Isten! Ott pont, és az tényleg nagyon finom! Nagyon-nagyon finom! Finom! Nagyon finom, azt mindenképpen próbáljátok, így, ha szeretitek a sajtot és a csípőset. Nem fizetett hirdetés, de tényleg próbáljátok ki a burgerbe, mert az tényleg jó. Igaz, hogy kifele is csíp, de finom. Aztán, ahogy látom... látod, igen. Ahogy érzem, nem? Mert így... vannak benne a kis cuki nuggetek, számoljuk meg, hogy nem öveltek át. Jaj, jó. 1, 2, 3, 4, jó. 4 darab kis nugget van benne. Jaj, 4 nuggets, nem lettem átverve, tök jó. Aztán nézzük. Nincs veled bajom, ne érts félre, csak videót gyártok. De amúgy nehogy félreértsél bármit, ez csak egy poén. Hát van benne még egy chili cheese. Wow! Ez szerintem azért van, mert szaporodott a chili cheese hajnali 3-kor. Szósz. Szótam, ja. Meg még egy. Nekem ne szósz be. Hát hány szósz tegyen? Összesen 2 menüt kértem, akkor 2 jár mindegyik menühöz. Hát matematikailag lehet. Vagy ez is egy rejtély? Mondjuk ez tök jó. Jó, és ahogy látom, van benne még egy sült krumpli. Ami fél kiputyogott. És akkor szerintem ennyi is volt. És akkor szerintem ennyi is volt. Van benne még valami. Maradék krumpli? Azt ne hagyd benne, hát az mekkora pazarlás. Én szeretem ezeket a krumplikat. Te meg itt pazarolsz?
van benne egy cetli, amin meglepődik. Már az előbb elmondta, hogy ebbe lesz valami, ő már tudta, de most meglepődött. Egy cetli. Az milyen cetli? Mi van rajta? Jaj, valami előtt összefirkált papír. Jó, mindegy. Most nem tudom nektek megmutatni, hogy... mi van... na, mindegy, szóval nem akarom. De én látni akarom, hogy mi van rajta. Azért nézem a videót, meg még lájkot is nyomtam. Nem tudom, hogy ki, ez egy telefonszám. És ezt nem mutathatom meg nektek, mert ahogy mondtam... 0680... tudom, hogy ki ez a telefonszám. Minden esetre volt ebben a menüben egy telefonszám. De csak azért volt ebben a menüben egy telefonszám, mert hajnali 3-kor bontottam ki, amit tegnap délután vettem valamikor, de most se hajnal van, csak azt mondtam. Oké, várjátok egy kicsit, be kell írnom ezt a telefonszámot a telefonomba, és meg akarom nézni, hogy kié lehet, mert... Hívd föl hajnali 3-kor, és megtudod, hogy ki az. Sőt, még az anyukád is fel fog kelni, mert csuklani fog. mert ez most eléggé fura. Fura, fura, tényleg. Oké, srácok, megnéztem, és nem fogjátok elhinni, de ennek a valakinek egy fekete profilképe van, és ennyi. Hol? Semmi több nem derül ki róla, úgyhogy fogalmam sincs. Telefonszámom, profil? Ez? Most ja, lehet, hogy Viber vagy valami. Neki, hogy szia. De egyelőre még nem válaszolt, el... hajnali 3-kor írt valakinek, hogy szia! Jajjajjaj. Azt, hogy mikor volt utoljára online, egyébként WhatsAppon írta. Úgyhogy nem tudom, arra gondoltam, hogy ha szeretnétek, akkor csinálhatnánk egy félelmetes telefonszámok 5. részt, és akkor megpróbáljuk felhívni ezt a telefonszámot, vagy ha visszaír. Akit én írtam rá egy papírra, mert a családból valakié, hát hagyjátan azon cetlin volt telefonszám, mert ugye azt nem mutathatja meg, szóval nem biztos, hogy ott van. Akkor nem tudom, belerakom abba a videóba, és beszélünk vele, bárki is legyen ez, nagyon kíváncsi vagyok. Úgyhogy mindenféleképpen írjátok meg nekem kommentbe, hogy szeretnétek egy ilyen videót, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mégis kitől kaphattam ezt, de eléggé fura, hogy egy fekete kép van kitéve neki. Ez nagyon sejtelmes. Hajnali 3-kor Burger King, benne egy cetli, telefonszám, aztán írok neki WhatsAppon, hogy szia, és nem ír vissza hajnali 3-kor, és fekete a profilképe. Nem túl biztató, maradjunk annyiban. Remélem, hogy ez nem az a valaki lehet, aki múltkor bent járt nálam éjszaka. Na minden esetre írjátok meg, hogyha szeretnétek egy ilyen videót, és szeretnétek félelmetes telefonszámok 5. videót, és akkor mindenféleképpen meg fogom nektek csinálni. Félelmetes telefonszám, azoktól mik szoktak lenni? Amikor megcsúszol a hitellel, és a bank hív. Na, az a félelmetes. Mi is lett volna ez a videó, ez most egy ilyen rövid videó lett. Most komolyan megnéztem egy olyan videót, amiben konkrétan nem történt semmi. De a következő videóban bemutatja azt a telefonszámot, majd föl fogja hívni, és ennyi volt a videó. Mennyien nézték meg ezt a videót? Nézzük már meg. 3 óra alatt 2900-an nézték meg. Figyelj, az vitathatatlan, hogy rengetegen nézik, és van benne egy szórakoztató faktor a 10-12 éveseknek. Viszont bántani felesleges, mert hogyha egyszer erre van igény, akkor miért ne csinálhatná? Nagyon jó lett, kérlek idézzünk szellemet, démont, please. Legyen a videó, hogy hajnali 2-kor rendelsz a KFC-ből. Na jó, a srácok, hát ez a videó ennyi lett volna. Jó csinálja, amit csinál, mert jó sokan megnézik. Na jó van, nem bántásként csináltam ezt a videót, ezt Szandinak is üzenem. Ezt csak úgy szórakoztatást gyanánt készítettem, de most már befejezem a videózást, mert közben rám sötétedett, és félek a sötétben. Hallott közben nem fogjátok elhinni, hogy mit találtam ebben a Pepa malacos sapkában. Nem tudom, hogy megmutassam-e nektek, vagy majd a következő videóban. Legyek rendes, megmutassam most. Ez a videó nem jöhetett volna létre a csatornatagok nélkül. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogyha te még nem vagy csatornatag, akkor gyere és csatlakozz.
Ha szeretnél támogatni engem és a csatorna fejlődését, akkor várlak sok szeretettel a csatornatagok között. A csatornatagságot megtalálod a csatornán belül a csatlakozás gombra kattintva. Vagy a videóim alatt is megtalálod a leírásban. Majd megnyílik ez a fül, és itt ki tudod választani a tagsági szinteket, hívj meg egy kávéra, vagy válaszd a másik három szintet. Sok szeretettel várlak a tagok között, köszönöm a figyelmet, szia! Köszönöm, hogyha megnyomod a feliratkozás gombot és a csengőt. Sziasztok, kedves nézőim! A Fotopodla weboldalon nem csak Herkules kulcstartó és hűtőmágnes rendelhető, hanem elkészítik akár a saját fotótokkal is. Ezen felül fotónyomtatás, névjegykártya készítés, keresztelő meghívó is rendelhető. Csekkoljátok a weboldalt, a linket leteszem a videó leírásába. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!